Jó estét kívánok! Önök a Tercet látják, eddig az Echo TV, mostantól a Hír TV műsorán. Azok számára mondom, akik nem ismerték, társadalmi, vallási és nemzeti sors kérdésekkel foglalkozó műsor következik. Az európai migrációs válság fogalmát 2015-ben használták először. Azóta a tömeges illegális bevándorláshoz való viszony az európai társadalmakban és magában a katolikus egyházban is zavart és meghasonlást okozott. Az egyes tagországokban a közgondolkodást formáló megszólalók és a sajtó közreműködésével egyeduralkodóvá vált a felfogás, miszerint aki szolidáris, az befogad, aki nem, az bevándorlás ellenes. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Így szólt Jézus az őt hallgató összesereglettekhez. A napjainkban sokszor emlegetett szolidaritás valójában mit jelent? Miként segít az ember igazán? Ahogy lerövidültek a távolságok, úgy nőtt meg a figyelem a föld nehezebb sorsú régiói iránt. Az európai gyarmatosító hatalmak által még nehezebb helyzetbe hozott földrészek lakói érdemelnek-e annyi törődést, mint saját rászorulóink? Elkerülhetetlennek tűnik, hogy akár keresztényi szemszögből is, de megvizsgáljuk ezt a problémát. Akik erre segítségemül lesznek ma esti adásunkban, azok Csókai András idegsebész, a Honvéd Kórház vezetőfőorvosa, aki a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért alapítványa jutott el a rászoruló térségekbe, Azbej Trisztán az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár, és Solymári Dániel, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi fejlesztésekért és migrációért felelős vezető. Jó estét kívánok, uraim, köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó estét kívánok. Államtitkár úr a Közel-Keleten is járt, és nemrégiben tért haza Afrikából. Milyen tapasztalatai voltak ennek az afrikai útnak most? Afrikába, Kongóba és Kenyába látogattunk el. Ez egy nagyon érdekes utazás volt, mert nagyon érdekes volt az utazók küldöttség is. Ez egy vegyes kormányzati egyházi társaság volt, kormányzati, illetve politikai részről Hölvényi György, európai parlamenti képviselő volt ott mellettem, de egyházi részről pedig Bőte Csaba testvér és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes atya, úgyhogy amellett, hogy nagyon sok szakmai és egyéb tanulsággal szolgált maga az utazás, de számunkra is egy spirituális értékkel bíró utazás volt. A szakmai szempontból nézve talán a legfontosabb része a programunknak az volt, hogy meglátogassuk dr. Hardi Rihárd szerzetes, katolikus szerzetes szemorvos honfitársunkat, akiről sajnálatosan kevesen tudnak az országban, pedig egy igazi nemzeti hős. Több mint 20 éve költözött Dél-Kongóba, Bujimai települése, és 20 év alatt gyakorlatilag téglánként felépített egy szemklinikát, amit most a Hungary Health program keretében támogatunk, és aminek az adományát átadtuk. És ez azért fontos, ez a szemklinika, mert itt nem arról van szó, hogy milyen szintű az egészségügyi ellátás. Egész egyszerűen három magyarországi területen ez az egyedüli hely, ahol szemorvosi ellátást adnak a beteg embereknek. Sőt, vannak olyan műtétek, retina műtétek, a szakszavakat annyira nem ismerem, amit az egész 80 milliós Kongóba ott végeznek el egyedül. Ez azért más, mint a hivatali közeg. Mi volt a legmegrázóbb élménye Afrikában? Egyszerre volt a legmegrázóbb és a legfelemelőbb az elmaradottságot látni, a nyomort látni, az lesújtó volt. Tehát Bujimai egy 2 milliós város, de nincsen áram. Több éve az ivóvizet Hardi Rihárd testvérek minden nap úgy nyerik ki, hogy vizet forralnak. Nincsenek aszfaltozott utak, illetve ahol még így a belgák által épített infrastruktúra megmarad nyomokban, azok a rosszabb helyszínek, mert ott igazán járatlanak a kráterek miatt az utak, és tehát nyomor van, korai halandóság van, utcagyerekeknek a tömegei élnek reménytelenül. Ez volt a lesújtó része, ugyanakkor a felemelő része pedig az volt, hogy mindezek mellett boldog emberek igazi életörömmel és igazi hittel. Ez pedig egy nagyon fontos üzenet volt, amit én személyesen is megszívleltem, de ami üzenet a nyugati embereknek, hogy azokat, amiket mi kihívásként értékelünk, azokat megfelelő
hozzáállással meg lehet élni boldogan is, illetve egy teljes életet lehet élni. Főorvos úr, a cselekvő szeretetről beszéljünk, mert lehet szavakban szolidárisnak lenni és humánusnak is, de a szeretet mégiscsak a cselekvésben nyilvánul meg. És a cselekvése kiszolgáltatottakért alapítvánnyal jutott Afrikába is. Hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal? Egyáltalán mikor érzett először indítatást arra, hogy ezekben a nyomorúságos sorsú térségekbe elmenjen és segítsen a tudásával, az orvosi szakértelmével? Én erre úgy mindig bennem volt, szinte gyermekkorom óta, de végül is az igazi hívást egy medjugorjei zarándokúton kaptam meg, amikor találkoztam egy nigériai atyával, Francis Chiava, úgy hívják ezt a kedves atyát, és ott imádkoztunk, és beszélgettünk, és ugye hát azért azt végül is köztudott, hogy az állami egészségügyért is fizetni kell Afrikába. Emberek 60%-a nem tudja megfizetni. Például idegsebész vonalon egész Afrikában van 488 idegsebész a 1 milliárd 200 millió emberre. Magyarországon mondjuk 100 van, Európában 10.700 van. Tehát borzalmas a hiány, és ebből aztán nyilvánvalóan adódott a szándék, és már ott is találtam magam akkor egy fél éven belül, ott jártuk a kórházakat, és végül is a katolikus egyház által működtetett kórházi rendszer, ahol szintén fizetni kell, mert az egyház nem kap államtámogatást, ott találtunk olyan befogadásra, hogy el tudtuk indítani ezt a missziót, és valóban csepp a tengerben, de a tenger cseppekből áll. Az első alkalommal megoperáltunk 8 beteget, aztán a második alkalommal 20-at, aztán még 20-at, és akkor így jönnek. Tehát az egész rá van bízva a Szentléleknek a munkájára, én azt érzem. És az egy érdekes dolog, hogy abban a pillanatban, hogy az ember egy picit is büszkévé válik, és azt mondja, hogy na ez a projekt az enyém, rögtön széthullik minden. És ez egy elég rossz érzés, és akkor mindig észbe kell kapni. Tehát, hogy nagyon kell figyelni a Szentléleknek a rezdüléseit, mert különben el fogsz belebukni, mert olyan nehezek a körülmények. Tehát valóban egy állandó imádságban folynak ezek a missziók, és úgy összeáll és működik. Tehát rajta van az Úr Jézusnak a mondjuk így akarata vagy pecsétje, és akkor megy. De ha nem, hogyha az ember gőgössé válik, hogy mert lehet ám büszkének lenni a segítségnyújtásra. Tehát végül is lehet önzésből is segítséget nyújtani, és utána ezzel sikereket próbálni aratni. Nagy a csábítás, vallásos gőgnek hívjuk különben, és utolérheti a hívő embert is, ezt is megtapasztaltam, úgyhogy mindent az Úrnak kell ajánlani, ő vezeti a missziót, nem mi. Daniel, mikor és hogyan lépett a gyakorlati segítségnyújtás útjára? Emlékszik még? Hát én egészen fiatalon családi indítatásból, 16-17 éves korom óta, és azt követően ezt tanultam, ahogy az összes kollégám a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Tehát a segítésnek a professzionális vonalát képviseljük, ami nem egy antitézise a laikus segélynyújtásnak, de onnan indultunk, hogy hogyan lehet jól segíteni, helyesen segíteni. Ugye az ön által felvetett kérdés, ami honnan kiindult a beszélgetés, az azt gondolom, hogy a lényegét ragadja meg az egész kérdésünknek, vagyis hogy mit jelent az önzetlen segítség. Mert ez egy etosz, vagy egy elv, de alapvetően a modern segélynyújtásnak a központi kérdése, és a segélynyújtásban működő szakemberek évtizedek óta körül kérdés körül forognak, és nem is teljes sikerrel, el kell mondani, hogy hogyan lehet úgy segíteni, hogy az ott helyi értékében úgy valósuljon meg, hogy az úgynevezett recipiens segélyt fogadó kapó félnek a maximális érdekét szolgálja, szemben azzal a mondjuk 60-as, 70-es évek előtti időszak segélynyújtási alapelvével, ahol a segélyt adó, tehát a donor félnek az érdekei előztek meg minden egyes egyéb érdeket. Nyilvánvaló, nem nehéz belátni, hogy ebben a koncepcióban, ahol a segélynyújtásra szorult és a segélyt kapó érdekei maximálisan háttérbe szorultak,
Ez egy úgynevezett post-development, egy új segélynyújtási gondolat. Jól lehet annyira egyszerű, mint a fajék, ha szabad így mondani, és szinte evidencia, de mégis erre rá kellett valamilyen formában és valami okból kifolyólag döbbennie a nemzetközi segélynyújtási közösségnek. Amartya Sen, az indiai Nobel-díjas közgazdász, erről ezért kapta lényegében a Nobel-díját, hogy létrehozta a közgazdaságtannak azt az irányát, amely a segélynyújtásban érdekeit helyezi szakmai szinten mindennél előrébb. Ez nyilvánvalóan akkor, amikor egy segélynyújtás mondjuk állami pénzekből történik, és mondjuk nem megyünk messze, magyar adópénzekből történik az a segélynyújtás, akkor természetes érdeke az államnak, mondjuk a segélynyújtónak, vagy a támogatás nyújtónak, hogy ebben a relációban megvalósuljanak azok a nemzeti érdekek, ahonnan az adott pénz fakad. Ezért ez egy nagyon bonyolult és nagyon összetett viszony a segélynyújtó és a segélyfogadó között. Ugye a solido egy latin szó, amelynek a jelentése megerősít. Hogyha ezt az eredeti jelentést nézzük, akkor mit akar ennek fényében a helyes segítségnyújtás? Mit gondolnak erről? Hát a legfontosabb talán az, hogy nem halat, ha lehet, első segélyként halat kell adni, de utána rögtön halászni kell megtanítani, tehát ez az alap. És ugye a másik, hogy nyilvánvalóan a bajt nem idehozni kell, hanem megpróbálni helyben segíteni. A keresztény gondolkodás mindig észszerű, és tisztaságot teremt az emberi fejekben. Én megmondom őszintén, az 5 misszió kapcsán, amit Nigériába töltöttem el, illetve 3 missziót Bangladesben, mondjuk az egy iszlám ország, Nigériára vonatkoztatom inkább, ott a keresztényeknek eszük ágába sincsen eljönni Európába. Államtitkár úr? Van egy olyan fogalom, hogy Ordo Caritas, a szeretet rendje. Ez nekünk, akik külön felelősséggel bírunk a közösségeink iránt, többfajta közösség iránt, a magyar nemzet közösség iránt, de az egyetemes emberi közösség iránt. Ez azt jelenti, hogy megvan a rendje a segítségnek. Az elsődleges felelősségünk, hogy a hozzánk közel állókat segítsük. Ez ebben az esetben, hogyha kormányzati szemszögből nézzük, azt jelenti, hogy a magyar emberek boldogulásáért dolgozik, természetszerűleg hivatásából fakadóan a kormány, illetve az állam az eszközeivel ezt szeretné elérni. És ennek részét képezi az is, hogy a migrációnak a veszélyes és a káros hatásaival szemben meg akarjuk védeni Magyarországot és a magyar embereket. Ugyanakkor, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi egy keresztény nemzet vagyunk, Ez a válasz, hogy egy határkerítést építünk, ez fontos, a magyar emberek javát, a gondoskodást szolgálja, de nem elégséges. Ezért fontos, hogy Magyarország a magyar nép nagy lelkűségéből fakadóan egyre több segítséget ad a válság övezetekben, a konfliktus régiókban, azokban a régiókban, ahol az emberek tömegesével szükséget szenvednek. Ez a Magyarország segít, a Hungary Helps programja, aminek az az alapelve, hogy ne a bajt hozzuk Európába és Magyarországra, hanem a segítséget vigyük oda, ahol a baj van. Én úgy gondolom, hogy ez a helyes szolidaritás. Dollármilliárdok forognak egyébként a nemzetközi segélyszervezetekben, és sok helyre jutnak el ezek a hatalmas összegek. Lehet-e jól adni, vagy lehet-e rosszul csoportosítani, vagy eljuttatni ezeket a forrásokat a rászoruló térségekbe? Államtitkár úr Szent Ágostont idézte az imént, és jól tette a tekintetben mindenképpen, hogy a segélynyújtás morális gyökere az évszázados, évezredekre nyúlik vissza, de a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, ami idén 30 éves fennállását ünnepli, nem véletlenül mondja azt, hogy segíteni csak jól szabad. Ugyanis a segítségnek bár első ránézése talán nagyon egyszerűek a szabályai, önzetlenül adni, ha lehetséges nem a felesleget, nem a többletet, hanem abból azt, ami nekünk is drága. De azért ez a igazság a valóságban ennél sokkal, sokkal bonyolultabb, és sokkal és nagyon sok kockázata is van. Úgyhogy nem véletlen az, hogy azért a segítésnek szakemberei vannak,
vannak szervezetek, akik erre specializálódtak, és nemzetközi hálózatukban, nemzetközi tapasztalatokból fakadóan próbálják életre váltani a segítségnek a helyes módját. És tény, hogy ez ugyanannyira egy üzlet is ma már, ahogy erre utalt dollármilliárdok, eurók, yuanok és dirámok mozognak a világban. Ez azt gondolom, hogy a felelősséget csak felnagyítja, és a segítő szervezeteknek és segítő szakembereknek pedig a szerepét és felelősségét persze bizonyos értelemben kiemeli. Kérdés az, ugye jól segíthet-e, akinek nem tiszták a motivációi, és engedjék meg, hogy felvessek itt egy gondolatot, vajon Európa a saját bajaira keres megoldást a migrációban, mondjuk a demográfiai mutatók orvoslásában, vagy az olcsó munkaerő behozatalában, vagy pedig valóban mondjuk az afrikai vagy a közel-keleti szegényeken akar segíteni, és mondjuk azok a csoportok, cégek, akik a bevándorlás fenntartásában érdekeltek, azok profit érdeket tartanak eszem előtt, vagy valóban a rászoruló akarnak segíteni. Mi a személyes véleményük vagy tapasztalatuk ezzel kapcsolatban? Hát azt tudjuk, hogy egyes tőlünk nyugatabbra fekvő Európai Uniós tagállamokban annyira súlyos a munkaerő hiány, hogy az a gazdaságnak a lassulását eredményezi, legalábbis a növekedési ütem lassulását, úgyhogy vannak olyan országok, ahol néhány év leforgása alatt millió számra kéne olcsó munkaerőt behozni. És az a gyanunk, hogy nagyon sok esetben a willkommens kultúr, a befogadás kultúrája mögött a valós motiváció ez volt. És emiatt nagyon káros, sőt egy álszent kommunikáció közés volt az, hogy mindezt humanitárius csomagolásba fektették be, illetve hát próbálták amögé elrejteni. És azt is el kell mondani, hogy vannak olyan migrációt segítő szervezetek, akiknél a motiváció az jó szándékú lehetett. Tudunk olyan szervezetekről, vannak ilyen keresztény elvű szervezetek is, akik a migrációt azért támogatják, mert úgy gondolják, hogy ezzel lehet megmenteni, ezzel lehet életeket menteni. És ezzel kapcsolatban egy érdekes és fontos tapasztalásom volt. Itt járt hazánkban talán az államtitkárságunk meghívására körülbelül egy évvel ezelőtt Jean Bart Aleppo-i, a szíriai Aleppo Melkita érsek atyája, aki elmondta azt, hogy azok a szervezetek, még hogyha jó szándékúak is, akik a migrációt támogatják, segítik, azok bevégzik azt a bűnös munkát, amit az iszlám állam nem tudott bevégezni. Ugyanis, hogyha az ő aleppói keresztény közösségét nézzük, az iszlám államnak az volt a célja, hogy eltörölje az egész kereszténységet, meggyilkolja és elűzze a keresztény embereket a közel-keletről. Ez szerencsére nem sikerült nekik teljes mértékben, és most azt látják, hogy jellemzően a fiatal, tetrekész embereket a migrációt segítő szervezetek, akár jószándékúak, akár embercsempész szervezetek elviszik Szíriából, és ezzel megpecsételik az adott közösség sorsát, mert hogyha nincs ifjúság, akkor nincs jövő. Úgyhogy ezzel járulnak ahhoz, hogy nem lesz a kereszténységnek jövője a közel-keleten. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy rövid szünet után. Ne menjenek messzire, hamarosan folytatódik a terc. Önök továbbra is a tercet látják, folytatjuk vendégeinkkel, Solymári Dániellel, Csókai Andrással és Azbej Trisztánnal. Hogyan lehet az említett körülmények között műteni? Mi az, amit ez a fajta segítségnyújtás ilyen szegény körülmények között annak ad, aki a segítséget nyújtja? Hogyan élte meg ezt, főorvos úr? Úgy, hogy az ember mondjuk kifulladásig dolgozik, tehát egy óriási testi és szellemi kifáradás jön, de végül is mindig többet kap, mint amivel kiment. És nagyon megköszönték, de tényleg ilyen 5-10 ezer fős miséken mondtak köszönetet, és ott is mindig elmondtam, hogy köszönjük ezt a kedves köszönetet, ünneplést majd, hogy nem, de higgyétek el, hogy mi tőletek többet kapunk, mint amennyit adni tudunk.
és ez valóban így van, és egyrészt, másrészt pedig bizonyítani tudjuk az ottani keresztényeknek, mert mi katolikus kórház, katolikus közegben vagyunk kin, ott megy ez a misszió, hogy van Európában is kereszténység. Ez is, ez nagy szó különben. Amit pedig hozzá csatlakoznék, az valóban a őrületes szegénység és nehézség ellenére mégis öröm és boldogság van. Nekem különösen tetszik, hogy valahogy az európai kereszténység elhagyja a dicsőítést, mondjuk a karizmatikusoknál van, de ez tényleg fölemeli a lelket, ezek a kitárt karokkal való, mondjuk így erős éneklés, tényleg fölviszi, följebb viszi az embert egy lelki úton, szóval sokat tanulhatunk az afrikai liturgiából, és nem baj, hogyha táncolnak a mise közben, vagy dobolnak, vagy minden mozog. Tehát ők megélik boldogságban az evangéliumot, és Krisztusnak a jelenlétét az Eucharisztiában is, ott magában a Szentmisébe, és akkor is boldog az ember, hogyha éppen leszakad rá a plafon, vagy nem tudom én milyen szegény. Természetesen azok a drámák visel minket legjobban meg, amikor a értelmetlen gyerekhalált látjuk, ugye én idegsebészetben, hát sajnos ez többször volt, egyszerűen szembesül az ember azzal, hogy csak azért hal meg ez a drága kis 3 éves gyerek, mert nem volt pénzük arra, hogy időben meglegyen egy CT, vagy egy MR vizsgálat, vagy esetleg egy műtét, és bizony megpróbálunk, de amikor elveszítjük a gyerekeket, egy kétségbeesett próbálkozás még a túlnőtt jóindulatú agydaganat miatt, de a tudomásul kell venni, hogy a határainkhoz érkeztünk. Ezek viszont a pokolnak az előérzete, de a másik oldalon, látva ezt a mérhetetlen nagy hitet az emberekben, amitől Európa csak tanulhat, attól az egyszerűen egy csodálatos dolog. Én biztos vagyok benne, hogy ha így megy tovább, az iszlám lefejezi Európát, ha ez így, ez a trend megy tovább, és egyszer majd az afrikai kereszténység fogja megmenteni, újra evangelizálni Európát. Ez egy könyv, ha így megy tovább, ez egy belátható forgatókönyv. Dániel, zárszóképpen ön is osztja azt a gondolatot, hogy gazdagabb lesz a kiad, és van esetleg olyan személyes tapasztalata vagy példája, konkrét példája, amin keresztül ezt el tudná mesélni nekünk? Abszolút, ez a segítő embernek az alapélménye, hogy mindig a segítő lesz gazdagabb a segítéssel, a segítő aktusban. Az előttem szólók ennek kapcsán a dolog morális háttéréről szinte minden lényegeset elmondtak. Én azt gondolom, hogy a segítőnek a helyi segítési aktus, projekt, folyamat, nevezzük, ahogy gondoljuk, kívül, hogy azon felül az egy extra felelőssége, hogy reflektáljon a munkájára odahaza. És hogy mi ez a reflexió, az a adott szakterületnek a függvénye, hogy ez egy politikus, egy orvos, vagy egy segítő szakember, az már részletkérdés, de hogy a mi közösségünkben hogyan tudunk megerősítőek lenni, hogy megerősítő, életre váltó üzenetet hazahozni az esetleg keresztény közösségből, egy szentmiséről, a szubszaharai Afrikából, mert ugye arról beszélünk elsősorban, itt ha Afrikát tekintjük, ahol 3 órás egy szentmise, és valóban dicsőítés történik, és egy örömünnep. Az embernek, legyünk őszinték, néha magyarországi szentmisén bajban van, hogy ez egy gyászmise, vagy Krisztus dicsőítése és örömünnep, és a feltámadás öröme jelenik meg a szentmisén. Nem mindig érezzük, azt gondolom, Magyarországon ezt. Afrikában szinte mindig megvalósul ennek az életüzenete. Ha ezt haza tudjuk hozni, ha tudunk erről beszélni, akár egy ilyen műsorban, ha tudunk reflektálni, cikkekben, riportokban, könyvben, ahol éppen előadások formájában el tudjuk juttatni az üzenetet, akkor megvalósul az a fajta reflexió és az a fajta többszöröződése a segítési aktusnak, amivel mi magunk válunk végeredményben gazdagabbá minden egyes segítésnek a eredményeképpen. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak és elhozták ezt az üzenetet nekünk. Köszönjük a lehetőséget. Tudták, hogy a rendszerváltás előtt Magyarországon évente 100 nőre 100 abortusz jutott? Sőt, 1969-ben 100 nő 278 művi terhesség megszakítást hajtatott végre. Második témánk a megfogant életek védelme, és továbbra is a segítségnyújtás lesz másképpen. Mit gondoltok, mikor kezdődik az emberi élet?
Hát maga az emberi élet azt szerintem, amikor megfogan az új élet, akkor kezdődik. A fogantatásba. Én is így gondolom. Mikor megszületünk. És akkor mi van egy emberrel, mielőtt megszületik? Azelőtt még nem ember? Hát nem. Akkor micsoda? Még nem. Ez jó kérdés. Ez a történet egy fiatal párról szól, a 20-as éveikben. Hát egyszer úgy döntöttek, hogy szakítanak, de ezt a gyönyörű szakítást, ezt megpecsételték egy szép éjszakával is. Az a pehük, hogy ebből a szakítószexből, amiért ők első alkalma is volt, hát mégiscsak egy baba lett. És ez a gyerek vagyok én. Zarka Rozina Borbálát, a Fiatalok az Életszolgálatában közösségtagját és Olaj Dávidot, a József Szövetsége alapítóját és tagját köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Március ugye az élethónapja, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe miatt, ugye már áprilisban van ez a műsor, de hát mégiscsak beszéljünk, szenteljünk ennek a témának és ennek a hónapnak egy külön adást, vagy legalábbis 15 percet. Mit akar, vagy mióta szükséges egyáltalán az életvédelem kifejezésével vagy fogalmával foglalkozni, Rozina? Az életvédelmet szorosabban az abortusz elleni küzdelemre szoktuk használni, de természetesen magába foglalja az összes megfogant életnek a védelmét, a fogantatástól a természetes halálig. Ezért leginkább akkor vált fontossá ennek a szónak a használata, amikor elterjedté vált a művi abortusz a fejlett és most már a fejletlen országokban is. Dávid, ön elhivatott a megfogant, de mondjuk veszélyben lévő gyermekek védelme iránt, és az abortuszon átesett édesanyák gyógyulása iránt is. Mikor és hogyan került kapcsolatba az életvédelemmel, vagy egyáltalán az abortuszon átesett nők problémájával? A feleségemen keresztül értettem meg ennek a mikéntjét mind a két oldalról, és most már 5 éve, járjuk vele az országot tanúságtételeken Csaba testvérrel, és először azt gondoltuk, hogy nekünk a legfőbb feladatunk a megelőzés, és mindent ebbnek szenteltünk, és aztán utána jöttünk rá, hogy a megelőzésben akkor fogunk tudni igazi eredményeket elérni, hogyha először meggyógyítjuk azt a társadalmat, ami teljesen át van szőve ezzel a nehézséggel. Mert hogy? Hát azt tapasztaltuk, hogy nehéz egy olyan anyának mondjuk tanácsot adni ugye a lányának, aki nem gyógyult meg mondjuk a posztabortuszos traumából, és sok esetben akár védekezési mechanizmusként élhetik meg azt, hogy nem a legjobb tanácsot adják. Rozina, a Fiatalok az Életszolgálatában közösség hogyan és hol segít? Miben merül ki a munkájuk? Mi alapvetően információt szeretnénk átadni a fiataloknak, ezért nagyon sok előadást tartunk az abortusszal és a fogantatással kapcsolatban, a magzati élettel kapcsolatban, mert hogyha jobban megértjük azt, hogy mi történik odabent a pocakban, akkor jobban tisztelni fogjuk az emberi életet, és akkor jobban tudunk segíteni másoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Hogyan reagálnak a fiatalok ezekre az előadásokra? Milyen kérdésekkel találkoznak? Mennyire ismerik egyáltalán a témát, vagy azt a 9 hónapi magzati életet, ami mondjuk az édesanyja hasában lezajlik? Igazából elég változó tapasztalataink vannak, de nekem nagyon sokszor ez az érzésem, hogy szörnyű helyzet van a gimnáziumokban, az általános iskolákban, tehát hogy tök jó, hogy meg tudunk oldani egy másodfokú egyenletrendszert, és cserébe az egyértelmű alap biológiát nem tudjuk, hogy hogyan fogan az ember, hogy mikor kezdődik az emberi élet, hogy hogyan működnek odabent a dolgok, ez lenne a legfontosabb dolog az emberi életben, és azzal találkozunk, hogy mindig inkább az elejére kell visszamenni, és oda kell visszamenni, hogy és amikor a két sejt találkozik, akkor létrejön az önálló DNS állomány, és létrejön az ember, és ez az a pont, ahol el kell kezdenünk, és akkor, ha ezt már leszögeztük, akkor sok mindent tudunk mondani még utána is.
Amikor a megfogant életek védelme, vagy egyáltalán az abortusz témája szóba kerül, ha egyáltalán szóba kerül, mert hogy tabu témának tekinthető még mindig, akkor sokat hallunk az édesanyja önrendelkezési jogáról, a szabad döntés jogáról, de mennyire vannak tisztában a nők, az édesanyák azzal, hogy létezik egyáltalán posztabortusz szindróma, illetve hogy mi az, ami vár rájuk, hogyha valóban elvetetik a magzatot? Hát sajnos nincsenek tisztában ezzel, sok esetben inkább a biológiai szövődményektől félnek sok esetben, viszont sajnos ráadásul a pszichológián belül is van egy ellentábora, úgymond ennek, akik próbálják azt állítani, hogy ez igazán nincs is, és nem az abortusszal függ össze sok esetben, de aztán a másik kutatások viszont egyértelműen igazolják, hogy sok olyan betegség, sok olyan depresszió, ami látszólag független lenne az anyának az abortuszától, oda vezethető vissza. Van sok olyan egyéb más pszichikai betegség, ami egyértelműen köthető ehhez. És van gyógyulás ebből a traumából, vagy ebből a depresszióból? Van, van. Ez egy ilyen nagyon jó tapasztalat nekünk, a posztabortuszos lelki gyakorlat, amit tartunk oda, amikor megérkeznek az anyukák, péntek délutántól vasárnapig tart, és én egy ilyen pajsként szoktam oda menni, hogy az a férfi kép, ami ugye teljesen megszennyeződött általában bennük, én rám lehet dobálni a pikádókat, és aztán azt tapasztalom meg, hogy azok, akik még közel se kerültek hozzám fizikailag, mondjuk amikor megérkeznek pénteken ebbe a lelkigyakorlatos házba, úgy választják ki a széket, hogy minél messzebb kerüljenek mondjuk tőlem, azok az anyukák után a szombaton átölelnek, és egy nagy felszabadulást élnek meg. Rozina egy 20 éves lány, hogy kerül kapcsolatba az életvédelemmel? Egyáltalán miért érezte fontosnak ezt a területet? Hát amikor kapcsolatban kerültem az életvédelemmel, még nem voltam 20 éves, mert 15 éves voltam, amikor elkezdtem ezen a területen dolgozni. Az első 3 évben igazából nem csináltam semmi más, csak tanultam arról, hogy mi történik, hogyan működnek a dolgok, amikor egy nő, egy lány terhes lesz és nem szerette volna a babát, nem így tervezte, milyen iszonyú félelem hat rá. Én egy nagy családból származom, és az én családomban nagyrészt az volt az alap, hogyha jön egy újabb gyermek, akkor örülünk. És nagyon nehéz volt megértenem azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nem így van. De én azt gondolom, hogy minden korombeli lányt nagyon erősen érint ez a kérdés, mert hogyha nem én vagyok az, aki váratlanul teherbe esik, akkor ez a barátnőm, vagy a barátnőm barátnője, vagy a szomszédlány, vagy bárki, akit ismerek. És mit lehet egy ilyen szituációban tenni? Egyáltalán mit tud mondani egy olyan fiatal lány, akinek még nincs gyermeke, nem is tudja, milyen az a terhesség? Egy kicsit olyan, hogy minden más dologra is van gondolatunk az életben. Arról, hogy kinek kell hitelt fölvennie, meg arról, hogy a másiknak milyen egyetemre kéne mennie, meg hogy milyen karrierre lehet pénzt keresni, arról is van gondolatunk, hogy mit kell tenni, vagy mit kéne tenni ebben a helyzetben, de sokszor megállít minket az, hogy ez el lett terjesztve, hogy neked nincs jogod beleszólni a másik életébe, és ez egy nagyon érdekes dolog olyan szempontból, hogy ez inkább negatívan hat arra, hogy megtartsák-e a gyermeket, mert azt inkább merik mondani az emberek, hogy ne tartsd meg, nehogy nekem segítenem kelljen neked, nehogy valami olyan felelősséget vállaljak, amit nem akartam, mint azt, hogy elmeséljem, hogy lehet nehéz helyzetben fölnevelni egy gyereket. Mert én azt látom a környezetemben, hogy lehet. És nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy megszabadulunk attól a babától. Mit jelent a lelki adoptálás? Mert hogy ha életvédelemről beszélünk, akkor nyilván valamilyen támogatást szeretnénk nyújtani annak, aki mondjuk bizonytalan abban, hogy megtartsa a gyermekét, vagy védelemre szorul bármilyen külső, objektív tényezők okán. Szóval hogy néz ki ez a lelki adoptálás? Hát a lelki örökbefogadás az egy 9 hónapon át tartó ima, ami végig kísérhet lélekben egy várandóságot, és ugye az a célja, hogy a terhes állapotból átsegítsük a más állapotba, és utána
az lenne a legjobb, hogyha már mikor a 9 hónap vége felé járunk, akkor egy áldott, egy királynőnek érezze magát az anyuka ahhoz képest a szorongáshoz, ahogy mondjuk sok esetben esetleg elindul ezen az úton. És ebben az imádságban azért vállalunk feladatot, hogy ez a megfogant, de veszélyben lévő kisbaba, ez egy egészséges, egy befogadó, egy egész családba tudjon megszületni, hogy rendeződjön az apa és az anya kapcsolata, ami sok esetben mondjuk egy ijegység hatására elromolhat. És ez alatt a 9 hónap alatt kérjük a Jóisten segítségét, hogy az összekúszálódott szálakat rendezze el, és erről is sok tanúságtételünk van, hogy ez bár mi nem tudjuk, hogy pontosan kiért imádkozunk, de van arra is példa, hogy kiderül ez, hogy ki volt az a személy, volt olyan is, ahol nagyon közel családban fogant meg egy kisbaba, akire végül is teljesen ráillett az, hogy pont azon a napon kezdett el imádkozni érte valaki, és ez a 9 hónap alatt megélhetjük ennek a nehézségeit, hogy ki kell tartani ebben az imában, és egy tized rózsafüzért mondunk el, de hogyha van egy ilyen ismertetőnk is, hogyha ezt megnézzük, hogy ez naponta 5 perc, és ezt beszorozzuk a 9 hónap napjaival, akkor még egy egész napig se jutunk el, tehát 22,5 óra alatt meg lehet menteni egy kisbabát, és hát ez egy csodálatos feladat. Igaz, Dávid, hogy ez ön fejlesztett egy mobil applikációt is? Igen, ennek van egy mobil applikációja is, ahol be lehet állítani még figyelmeztetést is, hogy figyelmeztessen az imára, de nagyon jó benne az is, hogy végig lehet kísérni képek alapján, hogy most a baba éppen mekkora, milyen állapotban van, és ezen kívül vannak tanúságtételek is ebben az applikációban, ami pedig lélekerősítés. Fontos, hogy kitartsunk ugye az imába, és hogyha azt érzik az emberek, hogy nem egyedül vannak, akkor egy kicsit ugyanúgy átérezhetik azt a nehézséget, amit ugye ez az ima áthidal, amit adott esetben egy egyedül maradt anyuka érez. Tehát a kutatásaink szerint az a legfőbb oka az abortusznak, hogy egyedül érzi magát az anyuka. Tehát hogyha bárki, természetesen a legjobb, hogyha mondjuk az apuka, de hogyha a családban, de még a barátnői körben is, hogyha egy ember oda megy és azt mondja, hogy én veled vagyok, akkor az már meg tud menteni egy babát. Rozina, hány fiatal van az Életért Magyarországon? Hát azt nem tudom pontosan, hogy hányan vannak, de a szervezetünkben nagyjából 40-50 fiatal van, aki elvégezte a 9 hónap az életről című képzésünket. Ez nagyjából 25 aktív embert jelent, akikkel megyünk és előadást tartunk, vagy kerekasztalt tartunk, vagy próbálunk valamilyen műhelymunkát tartani fiataloknak. Nagyon változó, hogy ki hova tud eljönni, mennyire messze tudunk menni. Eddig a legtávolabb voltunk Ukrajnában egyszer, kétszer képzést tartani voltunk, és voltunk Csaba testvérnek az egyik árvaházában is. Honnan ered a lelki adoptálás, mint mozgalom, nem tudom, minek nevezzük mozgalomnak Magyarországon, és hányan vannak, hányan csatlakoztak eddig? Eredendően Amerikában fogant meg egy most már boldoggá avatott püspöknek a gondolat a fejében, hogy mi az, amiben a Jóisten választ tud adni erre az óriási nagy, nem is tudom legjobb szót megtalálni hozzá, hogy az abortusszal szemben mi az, amiben a Jóisten tud megszólalni, és hát ez az ima, és hogy az imádságban tudjuk kérni. És aztán ennek azért a fatimai alapjai is vannak, ahol ugye a tisztaság elleni bűnből fakad sok esetben az abortusz, és Lengyelországban volt a legerősebb Európán belül, ez már akkor a 80-as években, és aztán ő rajtuk keresztül egy zarándoklat által jutott el 95-ben Magyarországra. És most arra nem tartjuk számon így, hogy most akkor beazonosítsuk pontosan, hogy minden egyes helyen, ahol most gyümölcsoltó boldogasszony napján lelki adoptálás volt, de hát azért
megkeresnek, és akkor a szervezők nagyon boldogan mondják, hogy Dávid akkor itt is volt, és most kétszer annyian voltak Debrecenben például, mint tavaly. Tehát a mi imakártyáinkból, hogyha következtetünk, akkor több mint 8000-en imádkozzák, csak általunk úgymond ezt az imát, és ezen kívül még sok-sok helyről tudjuk azt, hogy már régebb óta, akár évtizedek óta imádkozzák. Rozina, Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és a munkájukat is köszönjük természetesen. És nézőinknek is a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Terc. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszontlátásra!